Pénteken délután 16 órakor indult útjára a labda a harmadik közmű alagút kupa pénzdíjas teremfoci tornán, amelyen 6 csoportban összesen 24 gárda mérte össze a tudását egészen vasárnap kora estig a Gellér Sándor sportcsarnokban. A lebonyolítás nem változott a tavalyi évhez képest, ugyanúgy 24 csapat vesz részt a tornánkon, mint a tavaly, és ugyanúgy működik az egyenes kieső szakasz, mint a tavalyi évben. Az idei tornának a megszervezése mennyiben hozott újat? A szervezés, ezt későn kezdtük el a Lovas Norbi barátommal, október közepén végén kezdtük el, úgyhogy az idő sürgetett, de sikerült megszervezni 24 csapatossal a tornát. Ez a 24 csapat, ezek közül tavaly előtt voltak-e itt? A tavalyi tornán körülbelül a 70-80%-a itt van, és a maradék 20, az pedig teljesen új csapat. Volt-e az idei tornán valami különlegesség? Volt a Damaszor Kft. Jóvoltából nemzetközévé tudtuk tenni a tornát. Kettő fő gána játékos érkezett hozzájuk, úgyhogy elmondhatjuk, hogy a harmadik éve már nemzetközi a torna. A tavalyi döntőnek a két résztvevője már az idén összecsapott egymással. Melyik körben és hogy végeztek? A negyed döntőben került össze egymással a tavalyi döntős, a Victor Security, illetve a Matas Team. Ott 3-1-es győzelemmel a Victor Security jutott tovább. A Püspökladányi Városi Teremlabdarúgó Bajnokság résztvevő csapatai közül is jó néhány volt itt, ők hogyan szerepeltek? 3 csapat nevezett Püspökladányból, a felnőtt nagypályás labdarúgó csapatból 2, PLA A, illetve PLA B néven, illetve volt egy visszalépésünk, és helyettük kellett gyorsan találnunk egy új csapatot. A Ladányi helyi fiatalokból, ifjúsági csapatból, illetve kispályás játékosokból tettünk össze egy csapatot. Nekik sikerült a továbbjutás, ők a egyenes kieső szakaszba bejutottak a mai napra. A nagypályás fiúk sajnos alul szerepeltek. A Szomitej továbbjutott a csoportjából, de a mai napon a 8. döntőben elvérzett. Most hamarosan a helyosztók következnek. Milyen csapatok vesznek részt itt? Az első elődöntőben a Victor Security szerepelt a Damasztor Kft-vel, büntetőkkel jutott tovább a Damasztor Kft. A hátam mögött lévő mérkőzés pedig már a második elődöntő, ott pedig az Aramis Ese Mad Dogs játszik a Buga Team csapatával. Hamarosan vége van a tornának. Hogy látod a közönség szempontjából, nézettség szempontjából, hogy sikerült az idei? Az első napunk az péntek volt, délután kezdődtek a csoportmeccsek, úgyhogy úgy gondolom, hogy pénteken meg tudtuk tölteni a csarnokot. Szombat sajnos munkanap volt a naptárévben, a délelőtti folyamán kevés néző látogatott ki, de a délután megint teltházat tudtunk felmutatni. A mai nap az meg totális teltház reggeltől a mai napi estig. Akkor sikeres az idei torna? Mindenféleképpen. Visszajelzések alapján azt úgy gondolom, hogy remek tornát tudtunk megszervezni a Norbival. Olyan jelzések vannak vissza, hogy mindenképpen kellene egy negyedik, ötödik, hatodik. No, de nézzük, hogyan is alakult a torna. Pénteken és szombaton a csoportküzdelmek zajlottak, ahonnan 12 csapat került a vasárnapi, egyenes kieséses szakaszba. Itt aztán már nem lehetett számolgatni, győzni kellett a tovább lépéshez, ha másképp nem ment, hát büntető párbajban. Mert hogy még ilyenre is sor került. Az igazi csemege meccsek tehát vasárnap voltak, és ezek közül is kiemelkedett a tavalyi döntő visszavágója. Ám a Matas Team most sem tudott mit kezdeni a szolnoki Victor Securityvel, így utóbbi jutott be a legjobb 4 közé. Hozzá a budaörsi Aramis Ese Mad Dogs, a budapesti Damasztor Kft., valamint a túrkevei Buga Team csatlakozott. Mindkét elődöntő remek játékot hozott, ahonnan végül az Aramis, valamint a Damasztor harcolta ki a döntőbe jutást. Így a tavalyi bajnok Victor Securitynek és a Buga Teamnek maradt a bronz meccs, melyet végül a Victor Security magabiztosan nyert meg 4-0-ra. Érdekes módon a döntő nem hozott túl sok izgalmat. A válogatott futsaljátékosokkal felálló Aramis Ese Mad Dogs valósággal lemosta a pályáról a Damasztor alakulatát, s gólokban bővelkedő mérkőzésen végül 6-1-re nyert. Így a harmadik közmű alagút kupát a budaörsi Aramis Ese Mad Dogs csapata hódította el, második a fővárosi Damasztor Kft. Alakulata lett, míg a harmadik helyen a szolnoki Victor Security végzett. A különdíjasok közül a gólkirályi címet 13 találattal a Victor Securityből Pirik Tamás érdemelte ki. A legjobb mezőnyjátékosnak a tornagyőztes csapatból Büki Baltazárt választották meg, a legjobb kapus a Victor Security hálóőre Somogyi Marcell lett, míg a legjobb védőjátékosnak a Damasztorból Balázs Bálint bizonyult.